A téli szünetben történt átigazolások is bizonyítják, hogy a Szombathelyi Kézilabdaklub és Akadémia bejelentkezett az NB1-be. Füzesi Ferenc személyében új edzőt választott a klub, nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlásra, miközben új játékosokat igazoltak le. Még nem zárult le, még mindenképpen terve van erősítés, tárgyalunk. Elvileg mai délután folyamán ki is fog derülni még egy igazolásunk. Én bízom abban, hogy ha sikerül, akkor teljesen komplett lesz a csapatunk, és ezzel a csapattal vágunk neki a tavaszi megmérettetésnek. A téli átigazolási időszakban a Kispest jobb átlövőjét, Schneider Évát igazolta le a Szombathelyi klub. A 23 éves játékosnak nagy szerepe lehet a feljutásban. Mindenképpen a feljutás a cél, ugye ezt elmondták már előttem, és ezt hangoztatják, úgyhogy én is ezt várom. Takács Bianca ugyancsak az NB1-ből érkezett, ő beálló poszton lesz nagy segítség a csapatnak. Én is nagyon szeretném azt, ha az NB1 létrejönne, úgyhogy én nagyon eredményes szezont várok a csapattól, és remélem így is lesz. A tavaszi szezon nyitó mérkőzésén a Marcali ellen lépnek pályára a szombathelyi lányok. Minden mérkőzésnek a győzelem a célja nekünk, minden mérkőzés nagyon fontos, minden mérkőzés meg kell nyernünk ahhoz, hogy a végén célba érjünk, tehát a hétvégi meccset is győznünk kell. A kilátások kedvezőek, hiszen a szombathelyi gárda a felkészülési meccseken NB1-es csapatok ellen is jól szerepelt.